Üdvözlöm a Szentendre ma nézőit, elsőként lássuk mai híreinket röviden. Mesterportrék. Kudlik Júlia volt a partmozi vendége. Halloween-i tökfaragás. A Nagycsaládosok Egyesülete szervezett programot a Dunaparti Művelődési Házban. Hazai siker. Magas fölénnyel verte a Fehérvárt a Szentendre KC. A partmoziban futó Mesterportrék sorozatban a Szentendrén élő Prima Primissima díjasokat mutatják be. Az estre ezúttal Kudlik Júliát hívták meg. A népszerű televíziós személyiség beszélgető partnere Török Katalin művészeti író volt. Kudlik Júlia 2003-ban részesült Prima díjban, amit a magyar elektronikus sajtó kategóriában kapott meg munkája elismeréseként. A bemondónő 40 évet töltött a televíziós szakmában, amióta elköszönt a nézőktől, 12 éve nem néz tévét. A kezdetekre így emlékezett. Én véletlenül lettem, aki lettem. Nem vettek föl se egyetemre, se a színművészeti főiskolára, és ilyen mindenesnek oda kerültem, tulajdonképpen ügyelőként kezdtem, és ott ragadtam. Én nem műsorvezető voltam, hanem bemondó eredetileg, és egy februári pénteki délelőtt konferáltam először, azt hiszem, hogy 1964-ben, és akkor az iskola televízió programját kellett konferálni. Fizika órát látták, és matematika óra következik, körülbelül ennyi volt a feladatom. 98 óta szentendrei lakos vagyok, úgyhogy engem majd ne elzavarni se lehetne. Nagyon szeretek itt lakni, nagyon-nagyon szeretem ezt a kis városkát. Nagyon kevés időm van, mert ugye amióta nyugdíjas vagyok, én semmire nem érek rá, amire csak tudok, természetesen elmegyek, kapok meghívókat, kiállításokra, különböző eseményekre. Ha időm engedi, akkor én mindenhol szeretek ott lenni, mert szeretek tájékozott lenni. Most a Szvorák Katival megjelentettünk egy lemezt, aminek az a címe, hogy Szeretettel. Dalok és gondolatok szerepelnek rajta, természetesen a Kati a dalok, én a gondolatok, én csak prózában, ő énekel. És ez egy eléggé rendhagyó lemez, mert mindössze két emberi hang van rajta, egyfolytában kell végighallgatni, 55 perc egyetlen műsorszám, és a szeretetről szól egy olyan világban, ahol nem szeretik a szeretetet. A lemezt 2013. augusztusában mutatták be a Mária Remetei Kegytemplom kertjében. Az előadó páros hetente több bemutatón is részt vesz, minden korosztályt szeretnének megszólítani a dalokkal, a versekkel. A Szentendrén élő egykori bemondót a múltat kevésbé érintő, a jelenre koncentráló kérdésekkel várt a Török Katalin, az est házigazdája. Ma egy nagy ikon lesz az élő vendége ennek a sorozatnak, Kudlik Júlia, aki egy egészen különleges egyéniség és jelenség, évtizedek óta jelen van nem csak a tévés világban, hát ott most már nem dolgozik, hanem úgy a magyar közéletben is hihetetlen energiával, kortalansággal, magát mindig megújítani tudó új dolgokkal. Úgyhogy én is nagy izgalommal várom, hogy mi újat sikerül még a beszélgetés során kihozni belőle, mert nagyon jó mesélő, nagyon jó beszélő, tehát nem az a típus, akit faggatni kell, és aki tőmondatokban válaszol. Úgyhogy lehet, hogy majd azért kell megküzdenem, hogy egy-egy új kérdéssel becserkészem magam a meséi közé. Júlia elképesztő példa arra, hogy mennyi tartalék van az emberben, mindannyiunkban. Ha tud mit kezdeni azzal, hogy nem veti alá magát az ilyen előítéleteknek, hogy bizonyos életkorban már csak ezt, vagy már csak amazt, úgyhogy ő egy nagy újrakezdő, és rengeteg izgalmas dologgal foglalkozik per pillanat is, úgyhogy én csipkeverés például ilyenek, meg goblen szövés tanul a híres gödöllői iparművész műhelyben. Úgyhogy én inkább ezekről a jelenbeli dolgokról fogom őt kérdezni, ha hagyja. A Partmozi Mesterportrék sorozata folytatódik majd tovább, hogy közelebbről ismerhessék meg a Szentendrén élő Prima Primissima díjjal kitüntetetteket. 2013-ban még két előadást terveznek a szervezők.
A Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete október utolsó szombatján tartotta hagyományos Halloween kézműves foglalkozását. A gyerekek és szüleik tököt faraghattak, a kisebbek díszeket készíthettek az ünnep alkalmából. Tökfaragás, tökből készült dísztárgyak készítése, papírpók és szellemek. A Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete hagyományos halloweeni kézműves foglalkozásán így készültek az ünnepre. Hagyományosan halloweeni napot tartunk minden október 31 előtti szombaton. Jelenleg tökfaragás megy az egyesület, minden család, aki jelentkezett, kapott egy-egy tököt, és abból készítenek töklámpást. Több iskolában tanítás van, emiatt több gyermek nem tudott részt venni, ezért a családok egy része lemondta. Jelenleg kb. 25-en vagyunk. Az Egyesület október 23-ai megemlékezésen átvette Szentendre Város civil szervezete díjat. A város életében nagyon sok mindennel részt veszünk, kezdve a majálistól, ha így veszünk, akkor is kint vagyunk egész nap, vagy két nap, ha több napos, akkor két napot is kint vagyunk. A gyereknapon mindig kint vagyunk, a Szentendrei éjjel-nappalon úgy szintén részt veszünk. Most ez, hát van ez a... Egyébként minden programunk nyilvános, tehát mindenhova lehet jönni másoknak is, csak előre kell jelentkezni. Bekapcsolódunk a művelődési háznak a családi nap programjába, adventi készülődésbe, tehát mindenbe. Ez a nagy elismerés volt a várostól, hogy most már elismerik azt, hogy az egyesületünk van, él, bár most már 21 éve próbáljuk a város... Mivel a Város Mungán programjába bekapcsolódunk, hogy együtt élni a várossal. A szombati kézműves foglalkozáson a tökfaragáson kívül a gyerekek papírból pókot, tököt és szellemet is készíthettek. Kinek ami tetszett? Én egy pókot készítettem. És el tudod mondani, hogy készült? Egy papírból kivágtam egy alakot, egy ilyen alakot, csak nem voltak még székvágva a lábai. Összetettem ezt a két végét, összegémkapcsoltam, és szétvágtam három felé a lábát, behajtogattam, és megrajzoltam az arcát. Miért pont lila, és miért pont pók? Hát Halloween alkalmából hát pókot csináltam, és lila, mert a kedvenc színem. Ti mit készítetek itt? Hát egy világító töklámpás. És hogy készül? Hát megrajzolok ezt, hogy mit szeretnénk kivágni, és aztán kivágjuk. Milyen arcot rajzoltál a tetöködnek? Hát... Mennyire félelmetes? Hát szerintem elég ijesztő. A Nagycsaládosok Szentendrei Egyesületének következő programja a hagyományos Mikulásváró rendezvény lesz a Vizes 8-as úszodában. Az NB1B nyugati alapszakaszában legutóbb az Alba Régia csapatát fogadta a Szentendre KC az Omsk-tó melletti sportcsarnokban. A hazaiak jelenleg a 8-ok a bajnokságban, a vendégek győzelem nélkül csak a 13-ak. Az Alba Régia csapata ellen játszott először teljes kelettel a Szentendre KC. A bajnokságban eddig jól szerepel a csapat, 4 győzelemmel, 2 verességgel a tabella közepén áll jelenleg. A jelenlegi Alba Régia KS nagyon fiatal csapat, amelyben nincs egy meghatározó idősebb játékos vagy átlövő. A közös munkát is csak augusztusban szinte az alapoktól kezdte meg a csapat. Nagyon fiatal a mi csapatunk. Tavalyi évhez képest elment 6 meghatározó játékos. A rutin, a gólok, az ilyesmi, ami volt, az mind elment. Teljesen az alapokról kezdünk. Igazából felnőttkorú játékosunk azt hiszem 4 van összesen, a többi az utánpótláskorú, és nem edzettek ennyit az utóbbi, tehát szerintem az elmúlt 3 hónapban többet edzettek, mint az elmúlt 2 évben. Kicsit látszik rajtuk a fásultság, látszik rajtuk a hitetlenség, nagyon, tehát nincs bennük hit. Megszokták, hogy annak idején juniorba, meg ifibe, meg serdülőbe nyertek. Azt most meg ez a 7. forduló, pont nélkül vagyunk. Az első fél időben volt esélyünk. Kicsit szerintem megijedtek a lehetőségtől ismét, már volt ilyen mérkőzésünk, de úgy gondolom, hogy egy kis szerencsével megnyerjük az első mérkőzésünket. Most jön igazából nekünk a bajnokság még egy forduló, és utána kezdődik. Én ezt augusztusban, amikor kezdődött az egész, akkor láttam a
szerencsétlen sorsolásunkat, hogy akit nekünk meg kell be ezen az őszön vernünk, az utolsó öt fordulóba lesz. Én remélem, hogy sikerül azokat a mérkőzéseket megnyerni. Ahhoz legalább kétszer egymás után kéne ilyen fél idő. Nagyon sok hit, nagyon sok munka, meg nagyon sok akarat, és akkor szebb napok is eljöhetnek, mert ez a tehetséges társaságnak tartom, kicsit hát maguk alatt teljesítenek, és hiányzik közülük egy vagy két olyan vezéregyénység, akire azért próbálunk majd valahogy találni, aki vagy nevelni, de ha csak ne nevelnünk, akkor nem gondolom, hogy elég időnk lesz rá, tehát legfeljebb majd az MB2-be, de semmiképpen nem szeretném, hogy kiesünk, úgyhogy dolgozik rajta az egyesület, hogy legyen még egy vagy inkább kettő a játékos, aki ezeket a fiatalokat átsegíti ezeken a hótpontokon. Nem lehet 8-10 percet gól nélkül büntetlen egy mérkőzésen. Egy Veszprém se bírja el, nem egy Alba Régia. A szentendrei fiúk a mérkőzés elején megszerezték a vezetést, amit ki sem adtak a kezükből. A fél idő után a vendégek elfáradtak, és a 2-3 gólos előnyt a hazaiak tovább növelve átgázolva a székesfehérváriakon 34-21-es győzelmet arattak felettük. A támadójátékunk egy picit akadozott, meg abba a hibába estünk, hogy az első 10 percben már 5-1 volt az állás. Ugye jó védekezés után könnyű gólokat lőttünk, elhittük, hogy ez így fog menni, és a félvári csapat egy kicsit összeszedte magát, ránk jött, de aztán a mérkőzés 60 percig tart, tehát aztán feljavult a támadójátékunk is egy picit. A védekezésünk az még jobban összeállt, voltak indításaink, lerohanásaink, támadásba tudtunk szépen gólokat lőni hosszú játékok után, használtuk végre a szélső játékosainkat is, és nem csak középről lövöldöztünk. Hát ez lett a vége. November 10-én az eddig veretlen Veszprém otthonában játszanak a fiúk. A legközelebbi hazai meccsük november 16-án lesz Győr csapata ellen. A Szentendre ma adását látták. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra!